Ali 3 éves, szüleivel Ásotthalom határában várja a Szegedre tartó buszt. Egy órája ülnek a megállóban, mert az előző sofőr nem vette fel őket, pedig nem ingyen akartak utazni, meséli a helyieknek az édesapa. A történetet hallgatva pár percen belül érkezik is segítség. Rápogjuk, hogy román. Azok is ilyen színűek. A buszsofőrnek hülye. Egy magyar férfi ajánlja fel nekik, hogy elkíséri őket egészen Budapestig. Mert én fölviszem őket Pestre, érted? Hogy eljussanak Ausztriáig. Hőrakom ott a vonatra őket is. Szegedön már ugye a tömegbe el tudod oszlatni, vagy be tudod, hogy mondjam neked, olvasztani úgy a tömegbe, hogy ugye egyetemváros, ott hamar be tud tüntetni, innen cinkösbe jutni nekik. Persze az egész a pénzről szól, ebben az esetben 5 euróról. Ennyivel akarja átverni őket az önkéntes embercsempész. Jegyet meg nekem kéne megvenni, mert ahogy ő megszól. Megveszem én neki a látják ugye. Ők. Oké, 1500 busz, akkor most a srácé, és akkor a hölgy pedig tud segíteni abban, hogy legyen a jegyet. Ameddig a pénzen megy a vita, még egy csoport érkezik. Bangladeshi vagy? Te? Bangladeshi? Nem sokkal később pedig egy rendőrjárőr, aki nyelvtudás hiány inkább velünk újságírókkal kiabál, hogy miért nem tartóztattuk fel a menekülteket. Az állapok elő kötelesünk nem jó, hanem kötelesünk, hogy gyárni fogja le. Nem fogja rám videóhozza, tartsa vissza a helyszínen, mint nem jönnek ki rendőrök. Hiába szállnak fel a családok a buszra, a sofőr nem vállalja, hogy elviszi őket Szegedre. És ez így megy nap mint nap a határ magyar oldalán. Mi azonban kíváncsiak voltunk, hogy mi zajlik Szerbia fővárosában, Belgrádban. Hogyan kerülnek ezek a családok, kisebb-nagyobb összeverődött csoportok Palicsra, Szabadka mellé, és honnan tudják, merre kell menniük Magyarország irányába. Belgrádban a Száva és a Duna összefolyásához közel az autóbusz és a vasúti pályaudvar közötti parkokban hűsölnek a menekültek. Azt mondják, várnak. De hogy mire vagy kire, azt nem árulják el. Csoportokba verődve múlatják az időt, nézegetik okostelefonjaikat, amelyeket a kávézókban töltenek fel. Ott használják az internetet is. Ennek a parknak az ivókútjánál tisztálkodnak, itt mossák a ruháikat, itt borotválkoznak és itt mosnak fogat is. Van, aki már egy hete egy fa tövében él, de hogy miért vár ennyi ideje, nem mondja meg. Néhány méterrel arrébb a vasúti pályaudvar bejáratát rendőrök őrzik, azonban tudomást sem vesznek a menekültekről. A vasútállomás kávézója tele van Afganisztánból érkezett fiatalokkal. A jegypénztárban gond nélkül vásárolnak jegyet a szír férfiak. A pályaudvar tövében pedig nyugalomban reggeliznek az afrikai menekültek. A helyi utazóközönség is méla nyugalommal szemléli a hátizsákos embereket. Órák telnek el a várakozással, aztán egyszer csak megmozdul a tömeg. Egy Budapestre induló, de Szabadkán is megálló vonat felé igyekeznek. A kalauzok kérdés nélkül engedik fel őket a kocsikba. 4 órás az út a magyar határig. A vonat amellett a téglagyár mellett megy el, ahol a legtöbb menekült meghúzza magát néhány napra. Ott jártunkkor is egy csoport épp az indulásra várt az egykori gyárépület bejáratánál. Taxik érkeznek értük, pedig az utóbbi hónapokban a szerb rendőrök több taxis autóját és engedélyét is elvették már embercsempészet gyanúja miatt. Az autók rohamtempót diktálnak. Az autópályára sietnek, ott pedig a magyar határhoz legközelebbi ponton rakják ki az utasaikat. Időközben befut a belgrádi vonat is. Szabadkán körülbelül 35 menekült száll ki a vagonokból. Egy pillanatra leülnek a peron melletti váróban, majd egy jelre felállnak és gyors, határozott léptekkel elindulnak Szabadka egyik fő útvonala mentén, ahol buszra szállnak, majd a szomszédos település Palicsovasúti megállójához közel leszállnak. Innen már csak 5 kilométer a magyar határ. Gyorsan haladnak, mint akik tudják, merre kell menni, mint akik nem először járják be ezt az utat.
pedig elvileg ők most először vannak itt. Vasúti sineken és a termőföldek között vezet az út. Egy idő után csak a lábnyomok árulják el, hogy merre mentek. A palicsi vasútállomásra időközben egy másik csoport is érkezik, ők taxival jöttek a téglagyártól. Nekik nincs vezetőjük, csak valaki még Belgrádban elmagyarázta nekik, merre kell menniük. A helyieket kérdezik, hogy jó-e az irány. Végig gyalogolnak a sineken egészen az autópálya hídjáig, onnan pedig a tanyák és a földek között haladnak kilométereken keresztül. Nők, gyerekek, fiatal felnőttek, értelmiségiek, akik eddig több ezer kilométert tettek meg. Az utolsó néhány kilométeren szinte szaladnak, hiszen tudják, az az erdő ott szemben már Magyarország. Sötétedésre érnek a határsávhoz. Pont így tervezték, mert azt gondolják, éjszaka talán könnyebben eljutnak Szegedig. A szegedi pályaudvaron közben önfeledten játszik ez a 4 éves kislány, miközben bátyja az egykori házukat mutatja Afganisztánban. What is this? Shoda. Bétna. House. Tehran. Boom. Ők már túl vannak az idegenrendészeti eljáráson. Papírjuk van róla, hogy elutazhatnak a befogadó állomásra. De hogy valóban melyik vonatra szállnak fel és kisegíti őket, arról mélyen hallgatnak.